Tény, és ezzel valószínűleg az érintettek sem vitatkoznának, hogy a magyar vívósport a vártnál jóval kevesebb londoni kvótát szerzett. A megsemmisítő túst a férfi kardcsapat szenvedte el, és ezen a ponton sokan kezdték el temetni őket, pedig van kikre, illetve kire odafigyelnünk. Magyarok! Ők a junior férfi karcsapat. Nem csak a páston értik meg egymást, de az életben is jó barátok. Éppen ezért, ha egy a cél, akkor nem csak magukért meg a hazájukért, hanem egymásért is küzdenek. A kiemelkedő technikai tudáson túl talán ez az a plusz, ami idén a világ tetejére emelte őket. Ők a junior világbajnok karcsapat. Az Andris, Szatmári Andris, ő ugye ebben a korosztályban egyéni Európa-bajnok. Nagyon jók a támadásai. Nagyon jól érzi a távolságot, ezzel nagyon jól tud játszani. Nálunk a favorit, a csapatkapitánya. Páston hihetetlen szigorú, nagyon fegyelmezett vívást tud mutatni. Egy nagyon jó versenyző alkat. A Valkai Ferenc, ő például nagyon ügyes a vonalban, tehát ő sokat vonalazik, az egy akció, de abban nagyon ügyes. Nagyon jó védekező vívó. Többnyire mindenki tart attól, hogyha őt meg akarják támadni. Hát nem sokan erőltetik szerintem ezeket a támadásokat. Az Etele 23-as korosztályban volt Európa bajnoki harmadik. Mentálisan talán Etele az, aki úgy nagyon pörget és csináljuk és hajtsunk. Etele igazából abban ügyes, hogy neki ilyen furcsa tusokai vannak, amit nagyon jól tud alkalmazni. Ösztönösen csinálja, és ez bejön neki, sikerül, és szerintem ebbe baromi jó. Csabó Bence meg egyszerűen fejben ott tud lenni, és ez szerintem ez neki ez a legnagyobb erőssége. Ő lábbal is jól mozog, jól támad, és nagyon jó véd szintén. Nagyon-nagyon jól tud teljesíteni csapatban, jó csapatember, olyan dramatikus, egy színész. Ha győz, akkor nagyon örül. Ha veszít, akár el is sírja magát, nagyon aranyos egyébként. Én nem igazán hittem el sokáig, szóval... A döntő után is így jöttek le a srácok a lelátóról, és így mondta nekik, hogy most el fogok állulni, engem hagyjanak békén. Nem tehetjük, mert a siker bizony népszerűséggel jár, azzal pedig, hogy a felnőtt csapat nem jutott ki az olimpiára, a nyerő négyes eredménye még inkább felértékelődik. Nekünk ez egy óriási löketet és erőt adott az, hogy be kellett bizonyítanunk azt, hogy a magyar kardvívást még nem lehet leírni, mert mi jövünk. Ketten pedig mennek, márhogy kifelé a junior korosztályból, így jövőre biztos, hogy felbomlik a baráti társaság, persze csak ami a pástot illeti. A jelenlegi felnőtt válogatottnak is van egy része, aki nagyon fiatal. Tehát ő hozzájuk be lehet épülni a válogatottba, és szerintem aki okosan gondolkodik, annak ez a célja, hogy ebbe a csapatba kerüljenek be. Persze a nagy álom az, hogy a csapat a nagyok között is újra ott legyen a világ tetején.